ismeritek őket, hát mit mondjak, mikor alakultatok? Hányban alakultatok? Hány éve? 80? 10 éve? 90? 99-ben? 10 éve alakultak, azóta járnak sok helyütt Kelet-Európában, meg Európa más helyen is, nagyon jó zenét játszanak, és én beszélgettem velük az ő életükről, az ő történetükről, hogy mit csinált Isten ott Munkácsban, a munkácsi cigánytáborban, és egyszer érdemes ezt a történetet meghallgatni, mert az Úrnak nem mindennapi munkája van, amit ebbe a században ott elvégzett. Azt hiszük, hogy már nagy csodák nem történnek, de történnek. Szóval egyszer majd, ha van lehetőségetek, meghallhatjátok. A mai este koncert lesz, de valószínűleg egy-két történetet mi magunk is hallhatunk. Élvezzétek, dicsőítsetek, jó lesz. Ha valakinek nincsen még helye, azt hiszem itt is van még pár hely a második sorba. Talán itt az első sor szélén is. Bátran üljetek le. És most nagy tapssal fogadjuk nagy szeretettel az Amarod Elzereket. Istené a dicsőség! Hála szívvel énekeljük, magasztaljuk nevét.
csírjük együtt, hála szíven lőnek együtt, magasztaljuk nevét, az én a dolgaiért. Gyertek is dicsírjük együtt, hála szíven lőnek együtt, magasztaljuk nevét, az én a dolgaiért. Saj na 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 na. Aracadilo, o chable de blesco, os que pitoriza le manuxengo. Premisa damles anda maroilo, puter de asame odro andorayo. Chave de blesco, os que pitori salema no xengo, deve estar de ables andar maro y lo, o ter de asa menodro mandora yo. Lugudides, lugudides, aven sabore lugudis de deble. Lugudides, lugudides, aven sabore lugudis de deble. Megszületett az Istennek fia, ő lett minden embernek megváltója. Befogadtunk Jézust a szíveinkbe, ő nyitotta meg az utat a mennybe. Hát akkor gyertek! Dicsőítsünk, dicsőítsünk, gyertek mindjárt, dicsérjünk az Urat. Dicsőítsünk, dicsőítsünk, gyertek mindjárt, dicsérjünk az Urat. Sabore lúdis de deble. Menjünk, kérjünk! Dicsőítsünk, dicsőítsünk, gyertek mindnyájan dicsérjünk az Urat. Dicsőítsünk, dicsőítsünk, gyertek mindnyájan dicsérjünk az Urat. Dicsőítsünk, dicsőítsünk, gyertek mindnyájan dicsérjünk az Urat. De mindnyájan dicsérjük az Urat. Gyertek mindnyájan dicsérjük az Urat. Halleluja! Thank you.
imádunk, Istenem. Halleluja. Jézus, te vagy az egyetlen, az egyetlen, aki meggyógyítod a szívem. Jézus, te vagy az egyetlen, az egyetlen, aki megszabadítod a lelkem. Köszönöm, Jézus, szeretlek, Jézus, imádlak, Jézus, teljes szívem. Az egyetlen, aki meggyógyítod a szívem. Jézus, te vagy az egyetlen. Istenem, téged imádunk, drága mindenható Istenem. Halleluja. Halleluja. Szeretek, van egy kis rövid bizonyságom. Az Úr hatalmasan cselekedett. Tegnap voltunk Olasz Liszkán, és gondolom hallottatok, most a hírekben is mutatták, hogy ítélték azokat a romákat, akik megtették ezt a rossz tettet. És nagyon éreztünk ott azon a környéken ezt a nyomott levegőt, az embereken is, meg mindenkin, és
Dicsőség az Úrnak, sokan jöttek el erre az evangelizációs alkalomra, és mind aki ott volt, megtért. Halleluja. Ériződött a romákból is az a félelem, meg az eltaszítottság, mikor oda mentünk, mert gyakran van úgy, hogy a gárdisták, meg skinheadek, meg rockerek, motrokkal ott mennek, meg félemlítik ott a romákat is. Egyik oldalt a magyar oldalról, ott van az a nem béke, más oldalt pedig az a nagy félelem a romákban is. És tudom, hogy ebben a helyzetben igazán Isten a megoldás. Mint igazán minden helyzetben is. És látunk, hogy ezek az emberek csak úgy itták, kettik mindazt, amit ott mondunk, szájakkal figyeltek, és elég volt mondani nekik, hogy gyertek, fogadjátok be, és mindahányan ott voltak, felálltak. És úgy éreztem, hogy ezek már régóta keresztények, ha bár nem gondolom, hogy volt-e valamikor ott hirdetve az evangélium, felemelt kézzel dicsőítettek, meg jöttek, hogy imádkozunk a betegségükért, hogy gyógyulást kapjanak, és hiszem, hogy az Úr elkezdte ott a munkáját, és azért szeretnélek kérni benneteket, hogy imádkoztok, akkor ti is felhozzátok ezt a népet ottan, mert nem könnyű lehet neki most. És tudom, hogy az Úr ezt ki tudja hozni, ezt meg tudja változtatni. És az egész ilyen roma kérdésekben, amit Magyarországban gyakran felemelkedik, egyedüli válasz az az Isten. Nálunk is Ukrajnán voltak hasonló esetek, és olyan volt, hogy maffia fel akarta robbasztani, szét akarta lölni ott az egész cigánytábort, ahol nagyjából 5000 roma lakik, és jöttek fegyverekkel, lőttek, géppuskákkal, és senki nem sérült meg. De rengeteg roma azt mondta, hogy ha Uram megvéd el bennünket, akkor megtérünk is az életünket, neked adunk. Az apósom is az egyik volt, aki így ilyen ígéretet tett, és éjszakánként reggelekig ott voltak az asszonyok, a gyerekeikkel, ott imádkoztak a templomban, Uram védjél meg, mert az ukrán mafiának nem volt jó híre. Ha szóval aki nem pászolt be neki, valaki nem fizetett, akkor robbant benzinkút, robbant éttermek, hanem nem engedelmeskedtél, és ezt tudta mindenki. De itt az Úr közben állt. Az Úr volt a védelmünk is, és sok emberek abban az időben odaadták az Úrnak az életüket. Szent vagy, Uram, szent vagy, szent vagy, nincsen más út, csak te. Szent vagy, szent vagy, a dicsőség csak tiéd. Téged illet meg, Uram, dicséretem.
hátram, add meg az életembe. Uram, szent vagy, szent vagy, a dicsőség csak tiéd. Uram, szent vagy, Uram, szent. Megnyitottad magad nekünk, Istenem. Udvarodba, trónodhoz közelebb. Tudom, hová tartozom. Uram, szent vagy. Uram, szent vagy. Szent vagy. Nincsen más Úr, csak Te. Úgy legyen, Uram, az egész életünkben csak Te legyél. Szent vagy, szent vagy, a dicsőség csak Tiéd. Dicséreted örök éneklem, dicséreted örök éneklem. Szerelmed él benne. Udvarodba, trónodhoz közelebb. Tudom, hová tartozom. Te hozzád, Istenem. Köszönöm, hogy a Te kegyelmed megnyitott ezt nekünk, Isten. Hálát adunk neked, Jézus. Halleluja. Tisztelem föl.
szereteted, Uram, nékem az életnél is jó. Kívánok. A múltkor mondtam bizonságot a feleségemről, lehet, hogy vannak itt olyanok, akik még nem hallották. Röviden összefoglalva elmondom, hogy mi történt. Megbetegedett a feleségem, és teljesen lebénult, az orvosok lemondtak róla, és azt mondták, hogy nincsen remény, és nem is lehet rajta segíteni. De a gyülekezetünkben sokan felvettük a bűtöt, és imádkoztunk, és Isten nem engedte, hogy meghaljon, teljesen helyreállította, és meggyógyult. És Isten csodálatos módon meggyógyította is. Mikor a feleségem, mikor beteg volt, kaptam egy igét az Istentől, hogy a 91-es Zsoltár volt, ha kiállt hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, és kiragadom onnan. Megdicsőítem őt, és adok neki hosszú életet. És tudjátok, ezt az igét Isten valójában be is teljesítette, meddig abban a nyomorúságban voltunk, reggelig fent kellett lenni, kellett tisztálni, kellett etetni ilyen fecskendőből. Nagyon sok nehézségen ment, nem lehet elmondani szavakkal, meg az idő se engedi meg. De nagyon sok olyan dolog történt, ami nagyon nehéz volt. De megláttam, hogy Isten ebben az egész mindenben ott volt velünk. És nem csak, hogy ott volt, hanem Isten ki is hozott bennünket onnan, és a feleségem teljesen meggyógyult. És tudjátok, sok ide akartunk írni egy éneket, volt egy jó dallam, de soha nem leltünk rá szöveget. És mikor itt voltunk a múlt éven, hazamentünk, és írtunk egy szöveget erre zenére, ami a feleségemről szól, hogy Isten, ha kiállt hozzám, meghallgatom, kiragadom a nyomorúságból, és megdicsőítem őt. Erről írtunk egy zenét. És tovább úgy van az ének, hogy Isten jó hozzám. Tudom, hogy Isten jó hozzám. És azt mindig kell tudni, hogy Isten mindig jó. Bármi történik az életünkben, Isten mindig jó. Szeretném mondani azt, amikor
akik repültek, tudják, hogy amikor kimennek a felhőkbe, ott mindig süt a nap. Ha lent nézed és be van borulva, nem látszik a nap, de ha felhőkön túl, mindig süt a nap. Isten állandóan mindig jó. Következő éneket hallgassátok. Bármi is van az életen, bármilyen körülmények vesz téged körül, még ha nem is látod, hogy Isten ott van melletted, de tudd, hogy Isten ott van. Amen. Dilla čači skamal tu. Giro na ume barara, giro na ume yashara, dela chache, washara. De
illa čači skamav tu. Giro na me barara, giro na me ašara. Dicsőítem a te nevedet, és hálát adok neked, Uram, a te jelenlétedért, az, hogy kegyelmes és szerető Isten vagy, Uram. Kérünk, Uram, hogy add áldásodat továbbra is erre a gyülekezetre. Légy itt közöttünk, te erőddel, szereteteddel, Uram. Jézus nevében kérünk. Amen. 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 Köszönjük. Hát Isten hozott még egyszer mindazokat, akik azóta jöttek. Hú, már még többen vagyunk. Hadd mondjam el gyorsan a mondókámat az angolul beszélőknek. If you need translation, you can pick up the radios right now from Anne-Marie, from the back, where the computer is. And you can use your own phones or radios. The channel is FM 108.0, I guess. There is nothing else. And probably your radios will work better than ours.
We have some problems these days with our radios, so if you experiencing some problems, just don't be surprised. and you just feel free to go back and maybe ask for help, or even if you try to change your place, that can help the radio. We are trying to change the whole system. Okay, most már magyarul fog beszélni. Lehet, hogy eddig se angol volt, amit beszéltem, valami köztes nyelv. Ja. Tényleg, hadd mondjam el mindenkinek, lehet, hogy nem tudjátok, de szokott lenni nálunk fordítás, és ezért van egy folyamatos pusmogás hátulról, amennyiben az női hang. A férfi akkor csak dumálnak, de ha egy darab női hang, az a fordítás. És ezért, hogyha ilyet hallottuk, akkor ne keressétek azt, hogy ki az, aki nem bírja tartani a száját, hanem ez valaki, aki fordít. És ne lepődjetek meg azon se, hogyha egy sistergős, ilyen fülbedugós amerikai vagy valamilyen külföldi állampolgár ül mellettetek, mert az is lehet, meg mostanában vannak is zavarok a rádióval, és néha itt szokott sisteregni, meg ilyenek. Szóval ezt csak mind azért mondom el az elején, hogy ne lepődjetek meg közben, legyetek segítőkészek. Jól van. Másik közös dolog, most már a nagy tömeg miatt folyamatosan ilyen közös bejelentéseket teszünk. Megint mondjuk, hogyha szeretnétek hazamenni előbb, legalábbis a tanítás része alatt, akkor kérlek, most próbáljatok meg már odaülni az ajtó közelébe, vagy esetleg kint a tévéhez, a kinti tévéhez, mert egy ilyen nagy tömegben eléggé zavaró, hogyha valaki innen föláll, és körbe megy, és lesétál, főleg, ha ezt többen teszik, ezért most előre szólunk, hogyha tudod, hogy el kell menni, akkor kérlek, hogy tedd meg azt, hogyha közbe jössz rá, mert nem tetszik a tanítás, akkor szégyeld magad. Akkor bírd ki a kedvünkért, hogy mi ne érezzük azt. Nem csak viccelek. Jól van, még két gyors bejelentés. Az egyik az az, hogy december 21-e, úristen, 20-a, tessék, 20-a vasárnap, igen. 20-a vasárnap nem lesz itt vasárnap este, ezt már előre készítsétek be, mert aznap este a Golgota Gospel kórusnak lesz egy óriási nagy koncertje a kongresszusi központban. Plusz aznap délelőtt lesz a gyülekezetünknek egy óriási közös karácsonyi alkalma délelőtt a kongresszusi központban, amire mindenkit szeretettel hívunk. De vasárnap este nem lesz. Ellenben 27-én lesz, meg 13-án is. Igen, 13-án is lesz. A másik dolog pedig, hogy november 29-én, azaz két hét múlva lesz itt egy különleges vendégünk. Tallérban, nem. Különleges, de ő nem vendég, hanem helyi. Mondhattam volna azt, hogy vendég, de nem különleges. Nem, ő különleges, de nem vendég, hanem egy előadónk lesz különleges, méghozzá egy hölgy előadónk lesz. Ilyen is lesz a vasárnap este történelmében. Kovács Anni, nem. Most te csak rossz poénjai vannak, bocsássatok meg. Szóval, utolsó, gyorsan befejezem, mert több budaságot mondok. Szóval, egy Becky Pippert, nem tudom, hogy kell jól kiejteni a nevét, nevű hölgy fog itt beszélni, akiről azt kell tudni, hogy egy nagyon érdekes hölgy, már az, hogy hölgy beszél, attól is már érdekes lesz az előadás, de ő, neki az élete az evangélium megosztásáról szól, és méghozzá nagyon különleges módon. Olyan emberek előtt is megosztotta az evangéliumot, akik között nekünk kevés lehetőségünk van, eléggé magas ilyen szintekre jutott, ilyen amerikai osztályranglétrán, olyan gazdagabb vagy politikai befolyásosabb emberekhez is eljutott ő már Isten kegyelméből, ahova kevés embernek sikerül eljutnia. És az ő szolgálata az, hogy az evangélium erejéről és annak megosztásának erejéről beszéljen. Szerintem egy nagyon érdekes alkalom lesz, előadás lesz. Ő amúgy az IFES, valaki is, ki ismeri a MECDES szervezetet? Nagyon sokan, ugye? Na, annak egy nemzetközi szervezete is van, és ez egy ilyen egyetemi diákok között mozgó szolgálat, és az ő nagy konferenciájukra szokott ő eljönni és tanítani. Szóval esetleg onnan hallhatta már valaki, de ő lesz itt közöttünk. Szóval, ha esetleg érdekel benneteket, akkor gyertek el mindenképp. Amúgy is szoktatok vasárnap estére járni, hát most miért ne jönnétek el? Szóval, Szilárd fog ma tanítani, és remélhetőleg több okos dolgot mond, mint én. Tapsoljátok meg! Dani, Dani! Végén. Wow.
Jó estét mindenkinek, az interneten elől ülőknek, hallgatóknak is, és itt élőben is, és nagyon hálás vagyok, hogy itt vannak az a Marodell, hogy itt vagytok. Nagyon sok áldást kaptunk, és még fogunk is kapni a végén. Imádkozzunk. Uram, én köszönöm azt, hogy mi vagyunk a te tested, és te minden nap, Uram, törekszel arra, hogy mi valóban egyre érettebbek legyünk. Köszönöm, hogy a családod vagyunk, hogy mindig, Uram, gondolhatunk arra, hogy mi vagyunk a te drága néped. Hálát adunk ezért a mai estér, és Uram, te kent fel a te beszédedet, te adjál nekünk örömet, megértést, belátást, engedékenységet, hogy a te ígédet, Uram, nyitott szívvel fogadjuk, hogy akarjunk változni, hogy jobban megismerni téged, hogy legyünk azok, akik hálásak és szeretnek téged. Uram, kérlek, hogy jöjj és szóljon ez rólad. Áldjál meg minket, Uram, mert szükségünk van rád. Mert nélküled semmi jó nincs velem, Uram, az életünkben. Nélküled, Uram, elveszettek vagyunk, és csak hiányzol nekünk. Hogy ma is, Uram, trónt állítunk neked, és téged fogunk ma is tisztelni és imádni. A Jézus nevében, amen. Amen. Ha van nátok Biblia, akkor megkérlek titeket, hogy nyissátok ki a Máté evangéliumának a 11. részénél. És ebben a részben egy nagyszerű emberrel fogunk találkozni, aki éppen egy nagyon furcsa körülményben van. Ez Keresztelő János, és éppen börtönben van. És ebben a helyzetben Keresztelő János nem tud kimenni, hogy személyesen megkérdezzen Jézustól valamit, hanem kiküldi a tanítványait. Egy nagyon furcsa kérdéssel. Mondhatnánk mi, hogy furcsa kérdéssel. Mert a kérdés az volt, és ezt olvassuk a második verstől, hogy amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzenti neki tanítványaival. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Azt kérdezi Keresztelő János, hogy te vagy-e az, vagy valaki mást várjunk? Hogy te vagy-e az a Krisztus, aki eljövendő, vagy valaki más lesz az? Most Keresztelő János azért elég jól ismerte Krisztust. És most nem fogunk belemenni részletesen, mert igazából ez a bekezdése lenne a bevezetőnek, és az idő is nagyon szorít. De hát Keresztelő János volt az, aki azt mondta Jézusról, mielőtt még senki nem tudta, hogy kicsoda Jézus, hogy ő az. Ő a megváltó. Ő a világ báránya. Ő az, aki az életét és a vérét adja azért, hogy az embereknek üdvösségük lehessen. Ő volt az első, aki felismerte Jézust. És nem csak így távolról ismerte föl, hogy ő az, de most már nem is látom, hanem ő volt az, aki merítette be a Jordánba azt a nagy sokasságot, aki kiment a pusztába az ő szolgálata eredményeképpen, és az egyik nap megjelenik Jézus előtte. És Jézus azt mondja neki, hogy merítsél be engem. És János nem is tud mit mondani, és azt mondja, hogy hát épp fordítva kéne lennie. De Jézus azt mondja neki, hogy így töltsük be az igazságot. És Keresztelő János volt az, aki bemerítette Jézust a víz alá, és amikor fölhozta, látta, hogy az Istenek a szelleme egy galambhoz hasonló formában leszáll rá, és megnyugszik rajta, és meggyőződésem, hogy érezte is azt a különbséget, ami akkor történt, és hallotta azt a hangot, amit az Atya Isten mondott, hogy ez az én szerelmetes fiam, és benne gyönyörködöm. És János ott áll benne a Jordánban félig vizesen, és azt igen, ő az. Megerősödött a szívébe, hogy a Messiás az, akit ő felismert. És amikor egy pár héttel később Jézus már elkezdi az ő szolgálatát, amikor visszajött a pusztából, és elkezdi követni az emberek, és az ő tanítványai odönnek hozzá, és azt mondják neki, hogy János, egy újabb csapat jelent meg, komoly vetekedés van, mert hogy ők is itt merítkeznek, az így nem lesz jó, te vagy a főnök, csinálj valamit.
És János volt az, aki ugyancsak azzal a belső meggyőződéssel azt mondta, hogy nekem alá kell szállnom, neki meg föl kell emelkednie. És ti mindannyian kövessétek őt. Mert ő az, aki az út, ő az, aki az igazság, és ő az élet. És ha ti keresitek az Istent, akkor ő benne megtaláltátok. És felejtsetek el mindent, amit én mondtam, de figyeljetek arra, amit ő mondott. És nem sokkal később, Herodest, a negyedes fejedelmest, igen, így, úgy, ahogy volt, beleállt a szemébe, és azt mondta neki, hogy figyelj ide, te nagyon rosszul csinálod a dolgokat, és Isten ezért nagyon nem szeret téged. Nem az, hogy téged, hanem azt nem szereti, amit te csinálsz. Nagyon bátor volt. És hát itt a 11-es részben meg azt látjuk, hogy ennek következtében János börtönbe kerül. És nem sok kétsége volt afelől, hogy meg fog halni. És mivel közel jött a halál, és mivel nagyon más volt az a viszony, amiben éppen élt, mondhatnánk azt, hogy elhomályosult az ő szellemi látása. Mondhatnánk azt, hogy egy kicsit megromlott az ő látása. Mintha egy ilyen hályog nőtt volna a szemére. Mert Jézust már nem úgy látta, ahogy látta akkor, amikor bemerítette. Nem úgy látta, mint amikor látta akkor, amikor Isten szelleme megmutatta neki, hogy ő a Messiás. Nem úgy látta, mint amikor látta akkor, amikor a tanítványait hozzá küldte. Tele volt bizonytalansággal, mintha megvakult volna. És megkérdőjelezte az egész lényét, hogy tényleg én téged szolgáltalak, én neked készítettem az utat. Tényleg én voltam a kiáltó szó, aki neked az eljöveteléről kiáltott. Vagy az más lesz, vagy most mi van? De Jézus nem haragudott meg rá. Nem vádaskodott ellene. Hiszen a 11-es részben látjuk is, hogy azt mondja, hogy Keresztelő János volt a legnagyszerűbb ember a Földön. Csodálatos volt is. És az a szolgálat, amit ő tett értem, az a szenvedély, az az odaszánás, az a bölcsesség, az az elkötelezettség, az csak a legnagyszerűbb fokon illendő, hogy megemlítsem. És meg is teszi. És az ő kegyelméből éppen azután, hogy elmentek ezek a tanítványok, akik föltették Jézusnak ezt a kérdést. De Jézus nem akarta Keresztelő Jánost az utolsó földi napjaiban kétségek között hagyni. Nem azt akarta, hogy azt mondja, hogy hát nem tudom, talált ki. Nem. Jézus nagyon is szerette volna helyreállítani Jánosnak a szemét, hogy úgy lássa őt, ahogy ő valóban van, ahogy látta egykor. És ezért ő válaszol a tanítványoknak. És mit válaszol nekik? A 3. vers. A 4. a válasz. Jézus így válaszolt nekik. Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottok, és láttok. A vakok látnak, a bénák járnak, a leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg, én bennem. Azt mondta a János tanítványainak a mindenható Isten. Csak azt mondjátok el, amit láttok, és amit hallottok. És idéz egy verset az Ézsaiás könyvének a 35. részéből. És ez az Ószövetség 681. oldalán van. És a 4. verstől. Mondjátok meg a remegő szívűeknek. Legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek, és bosszút áll. Jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökelleni fog a sánta, mint a szarvas, és újong a néma nyelve, mert víz fakad a pusztaságban, és a patakok erednek a pusztában. Jön Istenetek, és megszabadít titeket. Ne féljetek, legyetek erősek. És megnyitja a vakok szemeit,
és megtisztítja a leprásokat, és a sántáknak újra egész lesz a lába, és mindez, amit itt látnak és hallanak a tanítványai, az megtörténik, és föltámadnak a halottak, és a szegényeknek hirdetették az evangélium Isten örömhíre. És azt mondja, ezzel a cselekedetével Jézus a tanítványoknak, hogy ezt mondjátok el, hogy eljött az Isten, itt van, és szabadulást hoz. És ne féljetek, ne rettegjetek, mert látni fogjátok azokat a csodákat, amit az Isten fog megtenni, amikor emberi formában megváltóként megjelen, hogy megoszta az Isten könyörülő szívét, hogy megoszta az ő munkáját, az ő szabadulását, hogy megoszta az ő tervét, hogy a vakok lássanak, hogy a sánták járjanak, hogy a leprások megtisztuljanak, hogy a süketek halljanak, hogy a halottak föltámadjanak. És hirdettessék Isten kegyelme az örök élet. És Jézus ezzel elküldi a tanítványokat. És nem csak abban az órában tette ezt. Nem arról szólt a történet, hogy várta, hogy megjönnek a tanítványai, és abban az egy órában ő ezt megtette, és se előtte, se utána nem. Ti pont jókor jöttetek, nagyon jó, hallottátok, láttátok, aki éppen itt volt, az jól járt, a többieknek sajnálom. Tehát nem arról szólt a történet, hogy előre megbeszélt időpontban mentek oda a tanítványok, és pont azon a napon, abban az órában Jézus ezt a cselekedetet tette. Hanem Jézus attól a perctől fogva, ahogy visszajött a pusztából a Szent Szellem erejével, és elkezdte a földi szolgálatát, minden egyes nap és minden egyes órában szolgálta az embereket. Hogy aki hozzá ment, bármilyen szükségben, aki őt kérte, az megkapta a kegyelmet. Az gyógyulást kapott, a szabadulást kapott. Ha este volt, ha reggel volt, ha hétfő volt, ha vasárnap volt, szombat volt, bármilyen körülmény volt, akármilyen fáradt is volt az Úr. Ha hozzáhozták a betegeket, a sokasságban a betegeket, addig nem ment haza, amíg mindegyiket meg nem gyógyította. Soha nem ment el úgy ember, hogy csalódott volna Istenben. Mert Isten könyörülő, és szabadító, és gyógyító, és betölti azt, ami az ő küldetése. És nem mondta azt, hogy gyerekek, 4 óra 2 perc van, ma már nem dolgozom. Bekapcsolom az üzenetrögzítőt, holnapig ezzel beszélgethetsz. Nem volt ilyen. Nyitott volt arra. És meginduló szíve volt, hogy a szükségben lévőknek segítsen. Szeretném, hogyha egyet lapoznátok a Máté evangéliumának a 11. részétől, és elmennék a 9. részbe. És a 9. résznek a 18. versétől egészen a 25-ös verséig látjuk azt, hogy hogyan néz ki Jézusnak egy napja. Hogy mennyire elfoglalt, hogy mennyire mindenkire nyitott. Hogy lehet az egy nagyon szegény és nagyon kicsi, vagy lehet nagyon gazdag és nagyon méltóságteljes. Ha ez az ember megalázza magát és eléjön, ő nyitott arra, hogy segítséget hagyjon. 18-as verstől. Miközben ezeket mondta nekik, íme egy zsinagógai előjáró ment hozzá, leborult előtte és így szólt, a leánya moshat meg, de jöjj, tedd rá kezed, és élni fog. Jézus felkelt és követte őt tanítványaival együtt. És íme egy 12 éve vérfolyásos asszony, hátulról hozzáférközve megérintette ruhája szegélyét, mert ezt mondta magában. Ha csak megérinthetem ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult és meglátta őt, így szólt. Bízzál, leányom, hitted megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Amikor Jézus bement az előjáró házába és meglátta a fuvolásokat, meg a zajongó sokasságot, így szólt. Menjetek innen, mert a leányka nem halt meg, csak alszik. Azok pedig kinevették őt. Mikor aztán kiküldték onnan a sokasságot, bement, megfogta a lányka kezét,
mire az fölébredt. És híre ment ennek az egész vidéken. Híre ment a vidéken. Az emberek minden faluba és minden városba, ahol Jézus megérkezett, egymással erről beszélgettek. Minden körben. A zsinagógai előjárótól kezdve egy szegény asszonyik. Mindenki azokkal az emberekkel, akik között élt, arról beszélt, hogy a halottak föltámadnak. Hogy a gyógyíthatatlan beteg meggyógyul. Arról beszél, hogy Isten itt van. És arról beszél, hogy szeret minket az Atya. És hogy üdvösség van benne. Arról beszél, hogy megbocsátja a bűnöket. És hogy a mi hitünk megtartott. És ment híre. Gyorsan, mint a futott tűz. Hogy Jézus itt van. És ő teszi ezeket a csodákat. És tudjátok, ezek az emberek, akik itt a 9-es rész 18-as versétől megjelennek előttünk. Két teljesen különböző ember. Egészen más szükséglettel. Egészen más élettel, pozícióval, álmokkal, vágyakkal, mindennel. De a szükségüket mind a ketten Jézushoz hozzák. És egy napon, ahogy ment az egyik útra, már jött a másik, és már ő is áldást akart venni. De Jézus ennek örült, hogy hozzájöttek. De amit most szeretnék mondani, erre különösen figyeljetek, jó? Két kulcsmondat volt. A zsinagógai előjáró a 9-es rész 18-as versében azt mondta, tedd rá a kezedet, és élni fog. És az asszony a 21-es versben pedig azt mondta, ha csak megérinthetem a ruháját, meggyógyulok. Ezek az emberek nem úgy mentek oda Jézushoz, hogy előtte azt gondolták, hogy hát nem tudom, 50-50. Vagy bejön, vagy nem, mit bukok. Nem így mentek oda. Az a cselekedet, ami az ő találkozásuk volt Jézussal, az egy 100%-os cselekedet volt. Egy bizalmon, egy tényen, egy belső kijelentésen alapult. Előtte ők ezt már lejátszották az elméjükbe és a szívükbe. És amikor az ő elméjük és az ő szívük egységben volt arról, hogy az Isten jött el, és ő mindenre a válasz. És neki elég az, ha csak így rárakja a kezét, és az én lányom fel fog kelni. Ez az ember, ez a zsinagógai előjáró, ez már látta a lányát úgy, hogy Jézus fölrakta a kezét, és látta az ő lányát föltámadni azelőtt, hogy Jézus odament volna. Ez az asszony, amikor már 12 éve minden pénzét odaadta az orvosoknak, és nem tudott megszabadulni és meggyógyulni semmilyen módon a betegségéből. Ez mikor eldöntötte az elmébe és a szívébe, hogy most Jézushoz fog menni, akkor nem kételkedve ment oda, hanem ő már látta magát úgy, hogy ő meggyógyul. És ezért ment oda úgy, azzal a bizonyossággal, hogy ha csak hozzáérek, én biztos, hogy meggyógyulok. Biztos, hogy föltámad a lányom. És mi lett a válasz erre? Hogy ez a lány ez fölkelt, és ez a nő meggyógyult. Mert Isten azt mondja a hitről, ez a láthatatlan dolgokról való bizonyosság, meggyőződés. Amikor ezek a dolgok szinkronban vannak, és ez kapcsolódik Isten kegyelméhez, akkor megtörténnek a dolgok. És ennek megy híre. Óriási híre megy. És amiért ezt az egészet elmondtam, ez csak a bevezetője volt annak, amiről ma szeretnék beszélni. Tényleg. Van időm még, jó van. A 27-es verstől. Amikor Jézus továbbment onnan, csatlakozott hozzá két vak, és ezt kiáltotta, könyörülj rajtunk, Dávid fia. Amikor pedig bement a házba, oda mentek hozzá a vakok, Jézus megkérdezte tőlük, hiszitek-e, hogy ezt meg tudom tenni? Ezt felelték, igen, Uram. Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta, legyen a ti hitetek szerint. Erre megnyílt a szemük, Jézus pedig erélyesen rájuk parancsolt, vigyázzatok, meg ne tudja senki. De azok elmentek, és elvitték a hírét az egész vidéken.
Ez a két vak napi rendszerességgel kimentek a csíkos ruhájukba, azt leültek az út, hogy kóduljanak. Ez volt a munkájuk. Igazából sok állás közül nem választhattak. Ki se tudtak menni még a helyükre se, valaki elvezette őket, hogy hova kell menni. De hallották a hírt. Mert mindenki arról beszélt, hogy Jézus itt van a környéken. És ilyen dolgok történnek. És tudod, ha te nem látsz, ha csak egy kicsit becsukod a szemed, a hangokra sokkal jobban figyelsz. És amikor hallott ez a két vak, hogy Jézusról beszélgetnek, és hogy mit mondanak, akkor a szívükben ott volt a vágy, hogy én akarom ezt. Hogy bárcsak közel jönne egyszer ez a Jézus. Hogy bárcsak egyszer hozzáérne a szememhez. Hogy lássak. Mert fölismerték, hogy vakok. Mondjuk ez nem volt nehéz. De fölismerték. Aztán azt is fölismerték, hogy ez az élet, az ő vakságuk, hát ez sok áldást nem hordoz. Szerették volna, ha vége van a nyomorúságuknak, a kiszolgáltatottságuknak, a koldulásnak, a lenézettségnek, a fájdalmuknak, hogy az életük semmilyen értéket nem bír. Hogy mi vagyunk azok, akiknek így odadobnak egy-két pénzt, hogy mégiscsak vegyél kaját. Azt mondják, hát ez a Jézus tényleg ide jönne egyszer. Akkor ennek vége lenne. És látnánk, és mi is úgy élnénk, mint mások. Elképzelték, hogy találkoznak Jézussal. Elképzelték, hogy Jézus hozzájuk ér. És elképzelték, hogy újra látnak. És már előre örültek ennek, hogy találkoznak Jézussal, és hogy meglátják őt. Hogy meglátják a színeket, és egész lesz az életük. De tudjátok, a vakok annyira nem tudnak szabadon mozogni. És ezért várták a napot. Azt a napot, amikor találkoznak Jézussal. És megtörtént, mert Isten kegyelmes. És Jézus bement abba a városba, és ez a két vak újongott, hogy Jézus itt megy el előttük. És hálát adtak, hogy eljött ez a nap. Azt mondja, hála az Isten, itt van a nap, a szabadulás napja, az élet itt van. Az Isten itt van, akivel ha találkozunk, megcsócsulunk. És ezért hátrahagytak mindent. Most itt azt írják, hogy csatlakozott hozzá. Hát mennyire mentek gyorsan, inkább botorkáltak utánuk. Tehát azért ne úgy képzétek el, hogy a vakok így mentek, azt mi is. Mint a tanítványok, tudod, hogy mi vagyunk azok. Nem, hát nem láttak semmit, így egymás fogták és mentek előre, és kiabáltak. És mit kiabáltak? Hogy könyörülj rajtunk, Dávid fia. És ahogy ment Jézus a tanítványaival, ez a két vak kiabálva megy utána. És hátrahagyták a helyüket. És hátrahagyták az addigi életüket, és hátrahagytak mindent, ami az az élet jelképezett. És biztosak voltak abban, hogy mi ide soha többé nem jövünk vissza. Mert mi látni fogunk. Mert találkozunk Jézussal. És ezért feléptek föl, és mentek előre. És nem lesz szégyen. És nem lesz fájdalom. És nem lesz vakság. Hanem látni fogok. És mennek Jézus után. És Jézus már beér egy házba, amikor odaérnek. De tudtak két dolgot. Az egyik, hogy Isten könyörülő. És meg tud indulni minden gyengeségem, minden fájdalmon, minden bűnöm, minden elesettségem, minden szükségem. És soha nem küld el senkit. Tudták, hogy Isten könyörülő. És tudták, hogy ő Dávid fia. Tudták, hogy ő a Mesiás. Tudták, hogy ő az, akiről János bizonyságot tett. Hogy ő az Isten báránya. Hogy benne van az üdvösség, hogy benne van a kegyelem, hogy benne van az áldás, hogy benne van a gyógyulás, a szabadulás, az élet, az új kezdet. Hogy minden benne van. És ezt tudták, és kiabálták mindenki előtt. Hogy Dávid fia. Itt a Dávid fia, aki könyörülő. És nekünk szükségünk van rá. És mi odafutunk hozzá. Mert benne van minden reménységünk. És Jézus saját maga mondja a Jelenések könyve 22. része, hogy én vagyok a Dávidnak a gyökere és a hajtása. Igen, magát is úgy hívta, hogy én vagyok a Dávid őse és annak a leszármazott. Hogy igen, én az vagyok. És amikor bemennek a házba, és
Jézus már nem megy sehova. Oda ment. Akkor ott föltett egy kérdést nekik. És nem azért tette fel ezt a kérdést, mert hogy bizonytalan volt magában, hogy nem tudom, két vakot meg tudok-e gyógyítani, vagy nem. Nem magában volt ő bizonytalan. A hitüket szerette volna növeszteni. Mert azt kérdezte tőlük, hogy hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni. És ezek azt mondták, nem tudom, talán. Most már elég messze eljöttünk, hát jobb lenne, ha megcsinálnád, mintha nem. És kár lenne, hogy most itt ennyi volt. Az egyik megbökte a másikat, hogy te mit gondolsz? Mert én úgy érzem, de támogassál. Nem. Azt mondták, igen, Uram. Ezt meg tudod csinálni. Te mindent meg tudsz csinálni. És tudjuk, hogy te akarod is megcsinálni. Tudjuk, hogy te örülsz, mikor jót teszel. Hogy te azért jöttél, hogy lerombolj a gonosznak a munkáját. Hogy azért jöttél, hogy mindazt a rablást, amit ő elvégzett itt a földön, azt te kipotold és helyreadd. Hogy mindazt a fájdalmat, azt a vakságot, azt az elválasztást, azt a nehézséget, azt az ürességet, amit ő ránk helyezett, azt elvett. Te azért jöttél, hogy az embert megszabadítsad és fölemeljed. Te azért jöttél, hogy látásunk legyen. Mert mi vakok vagyunk, és nem látunk. De akarunk látni. És hisszük, hogy te ezt meg tudod tenni, és meg akarod tenni. És Jézus erre azt mondta nekik, hogy legyen meg a ti hitetek szerint. Mert ha ez igaz volt bennetek, és ti már láttátok magatokat úgy, hogy már láttok, és ide jöttetek hozzám, akkor nem fogtok úgy elmenni, hogy nem láttok. És hozzájuk ért, és azok a vakok láttak. És tudjátok, hogy kit láttak meg először? A legszebb a történetben. Jézus Krisztust. Őt látták meg. Aki ott állt velük szembe. A Messiást. Mert amikor mi látunk, amikor kinyitjuk a szemünket, a mi szellemi szemeinket, amikor találkozunk vele, akkor mi meglátjuk őt. A királyt. Az Istent. Azt az Istent, aki miattunk lett ember. Aki azért jött, hogy megnyissa a szemünket. Aki azért jött, hogy mi lássunk. Hogy legyen egy teljes életünk. És aki örül, mikor mindenkinek megnyitja a szemét. Hogy ne kelljen úgy élnünk, mint a vakoknak. Hanem éljünk úgy, mint akik látnak. Úgy, mint akik látják őt. És bár megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, de ezek futottak úgy, ahogy bírtak, hogy elmondják mindenkinek. És azt mondták, hogy bár vak voltam, de most már látok. És ez egy jó hír. Látni az Istent. Fölismerni, hogy ki ő, és hogy miért jött. De tudjátok-e, és ha nem tudjátok, elmondom, hogy mi, akik ismerjük Jézus Krisztus Dávidnak a gyökerét és az ősét, egy idő után mi is a hályok keletkezik a szemünkön. Úgy rosszul látunk. És ez a betegségünk kapcsolatban egy másik betegséggel. Az pedig az, hogy a szívünkben a tűz elkezd csökkenni. Tehát ahogy rosszabb lesz a látásunk, a szívünk is egyre inkább hideg lesz. És az a szív, ami olyan volt, mint a vakoknak, akik először meglátták Jézust, és újjongtak, és örültek, és csak erről beszéltek, és egyszerűen csodálkoztak attól, hogy látnak, az már egy emlék. Hogy valamikor olyan voltam én is. Hogy valamikor én is vak voltam, és akkor Jézus hozzámért láttam, és akkor hú, de szerelmes voltam. De most, hát most tudod, most annyira nem. Most annyira nem. És igazából nem is tudom, most kicsit rosszul is látok. A szívem meg olyan, mintha éppen meghalnék. Kezd kihűlni. És sok idő nem is kell ehhez. Hogy azt tudjuk mondani, hogy te most már látok, meg úgy megvan mindenem,
ennyi elég is. Ismerem azt, hogy mi lesz a vasárnap estém, koncerttanítás, koncertima haza. Tudom, imádkozunk is. Hát, most már elég jó, hogy kitapogattam, hol vannak a határok. Tudják, hogy én ki vagyok, meg én is tudom, hogy ők kik. Úgyhogy ennyi. Szerelem? Volt. Most hívnak, hogy még lesz is. Olyan, mint hogyha bekötnék a szemed. Mint hogyha a gonosz így rárakna valamit a szemedre, hogy a hályog legyen rajta, hogy ne lássál jól. Hogy ne ismerd föl, hogy annyira azért nem vagy gazdag. Hogy annyira azért nem is látsz jól. Hogy annyira nem vagy erős. És hogy annyira igazából a ruhád sem fehér. Sőt, egészen mást mond. De ezt szeretettel mondja. Mert szeretné, ha újra látnánk. És ha van Bibliátok, akkor én nagyon szépen megkérlek, hogy ezt mindenképp nyissátok ki. A Jelenések könyve. És annak is a harmadik része. És a 14. verstől szeretnék felolvasni egy hosszabb részt. Egészen a másik oldalon fog végződni. A laodiciai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bár csak hideg volna vagy forró, így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, szánalmas és szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben izított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekent szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Szellemileg, amikor mi azt hisszük, hogy látunk, de igazából már csak egy nagy homály van előttünk. A szívünkben a szerelem az már régen kiholt. És hogy el vagyunk. Hogy ennyi. Akkor az Úr fel akar rázni. Mert szeret. És nem akarja, hogy így maradjon. Amikor te azt gondolod, hát hívőként, hát most éppen ez van. Akkor tudd, hogy Isten többet akar adni. Szeretne sokkal többet adni. Olyan sokat akar adni, amit nem is tudsz elképzelni. Szeretne adni gyógyírt a te szemedre, hogy ne legyen beteg, és lássál. Lásd meg magad, hogy lásd meg őt, hogy lásd meg, hogy nézel ki, hogy nincsenek rendben a dolgait. Lásd meg, hogy ő többet akar adni, hogy azt szeretné, ha forró lenne a szíved, ha olyan lennél, mint a vakok, amikor meglátták Jézust. Azt szeretné, ha szerelmes lennél. Ha szeretné, hogyha ez lenne az életed, hogy lángol a szíved, és gyönyörködsz benne. Mert aki meglátja őt, az gyönyörködik benne. Mert ő többet akar adni. Azt akar, hogy meggazdagodjál, hogy legyen fehér ruhád, hogy gyönyörű legyél, hogy szellemileg olyan legyél, amilyenek a hercegek, meg a hercegnők. Azt akarja, hogy ő meggyógyítsa a szemedet. Ismerd föl, hogy szükséged van erre. Ismerd föl, hogy szükséged van a gyógyírra. Hogy ne légy vak, hanem te is lássál. Hogy lásd meg őt. Mert szeret. És ezt azért mondja, mert szeretette figyelmeztet. Hogy ne maradj ilyen. Nem változz meg. Térj vissza oda, ahonnan elkezdődött.
Lehet, hogy sokat tudsz a Bibliáról. Lehet. Lehet, hogy keveset. Lehet. Lehet, hogy régóta jársz az Úrral. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy fiú vagy, lehet, hogy lány. Mindegy, hogy ki vagy. Te tudod, hogy a te szívedben hogy van ez az Úrral. Te tudod, hogy most hogy látod Istent, és mit gondolsz magadról. Ezt te tudod meg ő. Igen. Beszélj velem. Beszélj az Úrral. Térj meg abból, hogy azt gondolt, hogy elég az, ami van. Meggazdagodtam. Ennyi. Nincs több. Nincs szükségem semmire. Legyél olyan, mint ez a két vak, aki újongott a napon, hogy közel jött az Isten. Aki élete legszebb napjának tartotta, hogy Jézusra találkozik. Mert fölismerte, hogy vak. És fölismerte, hogy milyen nyomorult és szegény és kiszolgáltatott. Legyél az, aki kiáltasz, hogy könyörülj, Uram, az én messiásom, könyörülj. Mert az Úr az ő szelleméből el akar tisztítani, többet akar adni. Mert az emberek előtt el lehet játszani sok mindent, de Isten előtt nem lehet. És ha te szívedben nem ég ott a szenvedély, akkor meg kell térned. Meg kell térned abból, amiben vagy. És azt mondja az Úr, és ezzel búcsúzom, hogy ne késlekedj, hanem igyekezz. Mert ha egy busz után tudsz futni, az Úrhoz fussál. Igyekezzél megtérni abból, amiben vagy. És most, hogy folytatni fogjuk a dicsőítést, én szeretnék lehetőséget adni mindazoknak, akik úgy gondolják, hogy szükségük van arra, hogy az Úr megérintse az ő szemüket, hogy lássanak. Szeretnék lehetőséget adni, hogy a dicsőítés előtt mi erre válaszoljunk. És én azt szeretném kérni, hogyha te így vagy ma itt, hogy a te szívedben ez a szerelem kihűlt, de szeretnél ma többet kapni az Úrtól, akkor az Úrnak válaszoljál, és álljál fel. Ott, ahol vagy. Álljál fel a helyedem. Mindegy, hogy ki vagy. Csak álljál fel. Az, hogy ki lát, ki nem lát, felejtsd el. Az Úrral vagy kapcsolatban. Lehet, hogy jövő héten egy másik városba fogsz élni, és már arra sem emlékszel, ki volt a szomszédod. Az Úrnak válaszolja. Ő várja a válaszodat, és ő fogja megérinteni a szemedet, nem a szomszédod. És ő fog meggyógyítani. És ő ad örömet a szívedbe. Hogy újra örülj annak, hogy ismered őt. Hogy újra örülj annak, hogy a megváltó belépett az életedbe. Hogy az övé vagy. Legyen ez a mai nap. Az a nap, amire vártál. Hogy újra kezdjed. Vele. Hála az Úrnak. És most, akik fölálltatok, szeretném, hogyha imádkoznak együtt. Hálát adnak az Úrnak. És megvalljuk hangosan neki, hogy szeretjük őt. Istenem, szeretlek téged. És köszönöm, hogy közel jöttél. Köszönöm, Uram, hogy ma eljött ez a nap. És te látod a szívem. És látod a szemeimet. És én bocsánatot kérek. De hálát adok, hogy te, Uram, szeretsz engem. És én arra kérlek, hogy érintsd meg a szemeimet. Mert én hiszem, hogy meg tudod gyógyítani. Hogy újra lássak. Hogy téged lássalak. Tisztán lássalak. És arra kérlek, Istenem, hogy a szívembe gyújtsd meg a te tüzedet. Hogy égjen érted. Hogy újjongva örüljek, hogy látlak téged, az én szerelmes Istenemet.
Kérlek, Istenem, áldjál meg engem a te jelenléteddel, a te örömeddel, a te erőddel, a te kegyelmeddel. Jézus nevében. Amen. Dicsérjük az Urat. Legyetek szabadok.
csodás hűsége. Igen, csak neked, Uram, egy szerelmes dal, Uram, csak neked, mert kegyelmed megtart egy életen át. Uram, mi hálásak vagyunk neked, Uram, azért a kegyelemért, és azért a jóságért, amivel vagy felénk, Istenem. Hálások vagyunk neked, Istenem. Halleluja. Te vagy az, akiből élet árad, te vagy csak igaz szóval számban, szívem kincse, lélegzete, mindene. Te vagy az, akire mindig vártam, a nap csillapod az éjszakában. Olyan egyedül érzem magam nélkülem. De te velem vagy, Jézus, minden nap. Te vagy a fény, a éjjel van. Te vagy a tűz a szívemben, ami ég. Jézus, te vagy az életemben csak, egy igaz barát, ki el nem hagy. Minden óra, minden nap a tiéd. Elszik lavad te, amire állok, te vagy az, aki a boldogságom, elhoztad az égből az én szívemet. Én nem ismertelek, de te ismertél, életedet adtad, úgy szerettél, hogyan köszönjem meg néked az egész életed. De te velem vagy, Jézus, minden nap, te vagy a fény, ha éjjel van, te vagy a tűz a szívemben, ami ég. Jézus, te vagy az életemben csak, egy igaz barát, ki el nem hagy, minden óra, minden nap a tiéd. Hogy az Úr nagy árat fizetett miértünk. A következő dal arról szól, hogy itt mindjárt, akik összedőtünk, azt valljuk, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Jézus meghalt, hogy nekünk életünk lehessen. De ő nem maradt a sírban. És ezt mindenki tudja. Halleluja. Ő feltámadt, és az Atya jobbján ül, ő elment, hogy helyet készítsen nekünk. Halleluja. Saborear mi lágrimas.
Dicsőítem az Úristen, mert a fiát adta írtam. Üdvösséget kaptam tőled, így lett a bajom ti lettem. Oh!
Shune nabe Amaro de Ujare Amin Roma Shune nabe Yeah.
a mindenem. Halleluja! Halleluja! Mennyi atyánk, dicsőítünk és áldunk téged ma este, és köszönjük, hogy ma este úgy jöhettünk össze, Uram, hogy ismerhetünk téged, az élő Istent, hogy ismerhetünk téged, mindeneknek a királyát, mindeneknek a teremtőjét, és köszönjük, Uram, azt, hogy te egy Isten vagy, akihez szabadon jöhetnek az emberek. Emberek, akik nyomorultak, szabadon jöhetnek. Uram, én köszönöm azt a kegyelmet, hogy emberekként úgy, hogy nem törődtünk veled, úgy, hogy a bűnökért éltünk, hogy magunkért éltünk, és csak a saját bűneink következménye alatt nyomorogtunk, Uram. Te szabaddá tetted az utat, hogy hozzád menjünk a nyomorainkkal, a fájdalmunkkal, a szégyenünkkel, a kétségbeesésünkkel, a reménytelenségünkkel, és te reményt adtál, Uram. És hogy itt vagyunk ma este, ezért áldunk és dicsőítünk, Uram. Előtted vagyunk, és bocsánatot kérünk a sok panaszért. Sok panaszért és sok kétségeskedésért. Amikor úgy érezzük, hogy miért nincs ez, meg miért nincs az. Mi köszönjünk, Uram, hogy egy valamink van, ami az élő Isten. És ő elég, ő minden. Köszönjük, hogy ma megnyitottad a szemünket. Segítettél meglátni azt, Uram, hogy micsoda nagy kincs, hogy mi szabadon jöhetünk hozzád. Milyen nagy kincs az evangélium, hogy emberek bűnösen jöhetnek az élő Istenhez, és az élő Isten irgalmat ad neki, kegyelmet találnak nála, szeretetet találnak. Köszönjük, Uram, hogy a szívünk, a lelkünk tele van, Uram. És mi dicsőítünk és áldunk, Uram, mert lenézel ránk, és gyönyörű embereket látsz. Lenérezel ránk, gyönyörködsz bennünk, büszke vagy ránk. Mosolyogsz rajtunk, kedvelsz bennünket. Szeretsz közöttünk lenni, Uram. Tudhatjuk, hogy szeretett nép vagyunk, elfogadott nép vagyunk. Hogy az Isten szemében mi megbecsültek vagyunk. Még ha a világ meg is vetett bennünket, mi megbecsültek vagyunk. És köszönjük, hogy megismertetted velünk ezt a szeretetet, ezt a jóságot. És Uram, mi szeretnénk ezt a szeretetet tovább ragyogni, Uram, a világnak. Szeretnénk ez a szeretet lakozna mi szívünkbe egymás iránt, minden ember iránt. Magasztalunk, Uram, hogy ismerhetünk téged. Köszönjük, hogy a gyógyulás van nálad. Köszönjük a hitet, amit az igédből kapunk. Köszönjük, Uram, hogy a hitünk nem áll üres ígéreteken, hanem megláthatunk téged, ahogy szabadítóként megjelensz, hogy életeket változtatsz meg, hogy valódi betegségeket gyógyítasz meg, hogy megszabadítasz börtönbe levőket, Uram. És végezd ezt a munkát közöttünk, sőt, Uram, kérünk, hogy végezd ezt a munkát rajtunk keresztül, hogy mi legyünk olyan emberek, akik kimennek a világba, és azt mondják, hogy az Úr lelke van mi rajtunk, hogy szabadulást hirdessünk a szegényeknek, a szívek gyógyulását a megkínzottaknak, a vakoknak a szemük megnyílását, az Úr kedves esztendejét minden embernek. Uram, én imádkozom, hogy ezt a kenetet ad ránk, ezt a küldetést add a szívünkbe, hogy mi egy olyan nép legyünk, akik büszkék arra, hogy ismerik az Istenüket, hogy az Istenük örömüzenetét hirdetik. Hogy ne olyan nép legyünk, akik mellett ott a messiás, a világ megváltója, de mégis szomorkodnak. Ne olyan nép legyünk, akik annak ellene, hogy a mennyek országának királya az apjuk, mégis szegények, és nyomorultak, és vakok, hanem tegyél olyan népé bennünket, akinél igaz gazdagság van. Olyan népé, akiknek a szívében ott a gyógyulás, és akik már másokat gyógyítanak meg, Uram. Ez a mi imánk, Uram, itt vagyunk előtted. Sokfélék, ahogy a Szilárd is mondta. Régen megtértek, meg frissen megtértek. De amíg itt vagyunk ezen a világon, amíg nem találkozunk veled, a te öröm üzeneted, a te kegyelmed, a te irgalmad hírnökei akarunk lenni, Uram. Kérlek, töltsd be ezért szent lélekkel, hogy ahogy kimondjuk, hogy van szabadulás Jézusban, az emberek meg is tapasztalják ezt a szabadulást, mert mellettünk állsz. Mert a lelkeddel találkoznak, és nem csak velünk. Uram, így akarunk kimenni. Dicsőítünk és magasztalunk. Hallelujah-t zengünk neked. Áldott legyen a neved, Jézus. Megalázzuk magunkat előtted, és imádunk téged.
Jézus Krisztus hatalmas nevébe, Uram. Dicsőség neked. Dicsőség az Istennek. Dicsőség az Istennek. Dicsőség a mennyek királyának. Dicsőség legyen Jézus Krisztusnak a mennyben, a mi Urunknak, a mi megváltónknak. Dicsőség legyen neked, Uram. Dicsőítünk, Uram. Amen. 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 Milyen jó Istenünk van, nem? Milyen nagy Istenünk van. Milyen jó őt imádni. Milyen jó, hogy ilyen esténk lehetnek, mint ez a mai. Előző este meg a zongorát, egyszer zongorával dicsőítettünk. Isten mennyire sokféle. Milyen jó ez. Ha szeretnétek az Amarodelből hazavinni, hoztak CD-t, van egy új CD-jük, rengeteg dalma erről az új CD-ről volt. Kint ezt megvásárolhatjátok, limitálva van, szóval siessetek, mert nem hoztak szerintem elég CD-t. Szerintük elég lesz, de szerintem nem. Szóval akarjátok, vegyétek meg kint. Nagyon örülünk, hogy itt voltatok, maradjatok, ameddig akartok. Ha szeretnétek beszélgetni velük, ők itt lesznek. Szeretnétek imád kérni, mert szeretnétek, hogy Jézus valamit tegyen az életetekbe. Itt vagyunk elő, kérjetek imád. Isten jó. Jövő héten találkozunk. Sziasztok. Gyertek mindnyájan, dicsőjünk.